Sziasztok ismét! Szeretném nektek bemutatni az új házam, ami pontosan egy LC Power 921B War Machine X ATX Gamer Edition. Tehát így néz ki, maga a csomagolás nagyon jól néz ki. Írja pontosan, hogy hogyan kell betelepíteni a tápnak, tehát magát a tápot. 435 mm hosszúságú végiek férnek el, szóval ebbe szerintem akármilyen végig elfér simán. Írja, hogy elől van egy 120 mm-es cooler, oldalt egy 220 mm-es, ami porvédővel van ellátva. Mutatja, hogy kell betenni a tápot. Fent is lesz majd egy opcionálisan lehet egy coolert beszerelni. 120 mm-est, vagy lehet kivenni a majd a hárnak a tartóját, és a water coolingnak is elő van állítva, szóval vízhűtésre is alkalmas ház. Majd meglátjuk idővel, lehet, hogy az is lesz. Az oldalán írja pontosan, hogy mit tartalmaz, a front panel elő van egy 120 mm-es cooler piros leddel, amit remélem majd ki lehet kapcsolni valahogy. Tehát jó hűtés, jó légáramlás van benne, oldalt van 220 mm-es, ez is piros ledes. A belső rész félketére van festve, a kábel menedzsment is megvan, az újfajta videókártyákat is szupportálja. Control panel, tehát elől van egy 2x USB 2-es kimenet és audio portok. Könnyen be lehet szerelni a videókárt, vagyis a hardokat, stb. A hardoknak a majd az úgymond kis szekrényét 90 fokban meg lehet forgatni. Vízhűtésre alkalmas, írja, hogy milyen lehet 4x5-25 szolos foglalatok vannak benne, tehát ahol DVD írók, stb. Lehet betenni, rekket. 4x3,5 szolos internál hely a hardoknak, stb. Utána írja, hogy milyen coolerek férnek még be opcionálisan. 1x120 mm, még egyszer 120, ez van egy, még egy hátra fel, és le is lehet tenni még egy 120 mm-est. Hát mi majd csak hátra fogunk még egyet beszerelni. Van egy kép, hogy hogy is néz ki az összes coolerrel. Alul írja a méreteit. Hát fontos tudni róla, hogy 500 mm hosszú, 447 mm magas és 205 mm széles. Szóval elég masszív. A másik oldalán ugyanazt írja. Tehát mind a két oldalán végül is ugyanaz van. Na akkor lássuk a doboz tartalmát. Jól néz ki ez is. De leteszem a kamerát, mert nem tudom máskülönben kivenni, mert 8,2 kg súlyú, és elég szűkben fér a dobozba. Egy pillanat. Van. Levesszük róla, ami nem kell, és kiveszem ebből is, mert máskülönben nem tudom a nájlont levenni. Igen. Szóval itt is van. Levesszük róla a nájlont, erre nincs szükség jelenleg, félretesszük, és itt van maga. Megfordítom hátra a világosságra, jobban fog látszani. Tehát itt van maga a ház,
elő le van fóliázva, amit leveszek most, hogy lássátok. Tehát így néz ki. Szerintem nagyon brutális. Hát pont olyan a mi erejém. Mindig is vágytam végül is. Mondjátok, hogy ne nyúljak bele a pakuba. Tehát itt fent láthatjuk, ide is jön majd lehet tenni egy kulert, ami nagyon pofásan néz ki az így fent, mint valami tuningolt autó. Az oldalán itt van a 220 mm-es kúler, ami pirosan fog világítani. Hát nagyon kíváncsi vagyok rá, milyen lesz. Hátul láthatjuk, hogy ide jön majd megint egy ventilátor. A vízhűtésnek elő van állítva a hely, megvan. 7 slot, hogy slotnak van hely. Alsó tápos természetesen. A másik oldalán viszont nem sok minden van. Rácsúszva van a processzor hátánál, gondolom ide jön a cable management. Szóval ez így ennyi. Na lássuk, mi van benne. Leszedjük az oldalát. Igen. Ezt. Igen, sikerült is. Itt van maga a cooler. Porfogóval. Szóval reméljük nem lesz komolyabb probléma vele. Igen, ezt egyelőre félretesszük. Itt van egy leírás, képekkel ábrázolják, hogy hogyan is kell ezt beszerelni, mi hogy van, hogyan működik. Igen, ír pontosan minden, mi mire van, csavarok, stb. Félretesszük. Itt van még, amit rejt a csomagolás, és a dolog, pillanatra leteszem a kamerát. Igen. Tehát kapunk hozzá elég sok mindent. Kábelt, fonatókat, ez nem tudom mire lesz majd, de majd elválik. Tehát a cable managementhez kapunk elég hozzávalót. Itt van valami speaker, de én ezt nem fogom beszerelni, mert nincs rá szükségem, nekem ne csipogjon. Itt vannak csavarok, alátétek. Minden föld jó. Ezt se fogom most kivenni, mert miért? Szépen visszapakolok. Nagyon jól megoldották a csomagolást, nekem nagyon tetszik. És akkor lássuk magát a házat. Tehát ilyen kis sinekkel kell majd felfogatni a dolgokat. És praktikus, nem kell szarakodni a csavarokkal. De, na, az alsó rész ugyanígy, csak ez már elfordított módba. Úgyhogy ezt valahogy ki lehet venni, de én próbáltam és nem nagyon sikerült. Nem tudom, hogy miért. De végül is jó helyen van ott, úgyhogy inkább nem próbálkozok vele, mert nem szeretném eltörni. Tehát ott lesz, majd a kábelek itt fognak feljönni, lemenni, van hely bőven. Itt van rengeteg, az első cooler is itt van valahol, igen, ott van, látszik valamennyire. Alul is van két hely. Fent is itt a hely a még egy coolernak. Hátul úgy szintén. A CD olvasónak van, már megvan a kis helye. Szóval hiába van szélesen, akkor is szépen oda lehet fogadni. Ugyanúgy, mint a hardoknál is, kis szekrényekbe kell bedugni. Az SSD-nek kell majd vegyek egy supportot, mert így nem fog fixen állni. Hát itt van a coolernek a csatlakozója. Itt vannak a HD audiónak, majd az első front panelen, amik vannak, kimenetek, azokat lehessen bekötni. Itt van az USB-hez, nem látszik. A tápkábelre a ledek,
power gomb, stb. És ez nem tudom, hogy pontosan mi lehet, de majd megnézem. Szóval ez lenne a ház. Hamarosan jön még videó a tápról. Nem mondom meg előre, hogy mi. Legyen meglepetés. És jön még egy alaplap is, ami sajnos még nem érkezett meg, de majd most remélem meg lesz ma. És akkor legkésőbb holnap lesz belőle videó is, amit örömmel fel is fogok tölteni. Esetleg lesz majd az összeszerelésről is lehet videó, vagy legfeljebb a legvégén, hogy hogy néz ki. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!